Ünnepelni fogunk ugyanis, mert van két csodálatos házas pár, akit nagyon régről szeretünk, és 55. házassági évfordulójukat ünnepik ma, úgyhogy tapsoljuk meg őket nagy szeretettel, és ennek az ünneplésnek az idejét meg kell hagynunk, úgyhogy mind a négyen fognak szót kapni, és el fogják mondani a summa summarumát, ami a szívükön van ebből az 55 évből. Ugye nem sokan dicsekedhetünk azzal, hogy 55 éve élünk a drága szeretett társunkkal, ugye? Ez egy különleges kegyelem. Már emlékszem az 51. évfordulóra is, hogy ott is nagyon alászállt az Úr kegyelme, és gyönyörű volt, és meg lehet nézni a YouTube-on, annak az alkalomnak a nevezem, a hűség jutalma volt. Ott is ilyen gyönyörűen ültetek, dicsőségbe öltözve, csokor nyakkendővel. Szóval ez... Tapsoljuk meg őket, mert azt hiszem, hogy az Úr a szíveknek a törekvéseit látja. És azt jutalmazza meg, és a hűségnek nagy a jutalma, erről tanítok már második hete, és most is kívántam volna ezt folytatni, de azt hiszem, hogy mindent nem tudunk bele zsúfolni ebben a kicsi időben, ami van. 12-től ünneplünk, ugye, és rengetegen jöttetek ma olyanok, akik mondtátok, hogy bizonyságot hoztatok az Úr oltára elé, és mi az ajkaink tulkaival áldozunk, ugye ezt írja a Zsidó levél 13, hogy az ajkainknak a megvallásaival, az ajkainknak a tulkaival megyünk az oltár elé, és azzal áldozunk, és nagyon-nagyon csodálatos bizonyságok születnek a mai napon, illetve már megtörténtek, és ezeket elmondjátok, mert ő jó, és az ő jutalma az örökkévaló, és nem marad el, és ő egy megjutalmazó Isten. Erről szóltunk az elmúlt két hétben, és ezek nagyon felemelő igazságok, mert ha megtanuljuk, hogy Isten mennyire szeretne minket megáldani és megjutalmazni, akkor jobban ki tudjuk terjeszteni rá a hitünket jobban ki tudjuk terjeszteni rá. És ahogy látjátok, hogy minden imánkat megválaszolja Isten, most már jó egy éve, vagy másfél éve azért imádkozunk, hogy legyen egy csodálatos hangmérnökünk, aki beállítja a hangot, mert a dicséretek gyönyörűek. De se itt bent a teremben sem, pedig a kimenő hangot nem tudtuk olyan ügyesen megkeverni, ahogy kellett volna. Erre pedig kapunk az Úrtól egy ajándékot, Oliver személyében, akit most szintén szeretném, ha köszöntenétek. Aki jön, megy, fel alá is jár, és bent hallgatja, kint hallgatja, minden hallgatja. Egy csodálatos füllel áldotta meg Isten, és a segítőkészséggel, hogy jön, és igaz, hogy hajnali 4-ig fent volt, de az Úrért eljött. Az Úrért eljött, hogy ma itt legyen velünk, hogy ez egy hatalmas dolog, és minden vasárnap itt lesz, minden dicséret számára segítség lesz. Ugye, mert hétről hétre más dicséretben szolgáljuk az Urat, és mindegyiket külön kell beállítani. Úgyhogy ez egy szaktudomány, a hangmérnökség, a hangtechnikusság, és megkaptuk erre is a segítséget. Milyen rég imádkozunk ezért? Milyen rég imádkozunk? Se így nem volt jó, se úgy próbáltuk beállítani. És sokat küzdöttünk ezzel, és bosszúság volt a hallgatóságnak, ugye, akik nem tudták élvezni azt, amit mi itt bent hallgattunk, az nem tudott az a hang kimenni úgy, ahogy kellett volna. És mostantól kezdve ez nem így lesz. Úgyhogy Istennek hatalmas áldásai jönnek a mi életünkre. Az áldásokat sorolni fogom most egy pár momentum erejéig, mert köteles részem, hogy számot adjak arról, hogy a missziós krónikánknak nyomdából kijött új számával dicsekedhetünk, ami annyira friss, hogy nyomdafesték. Illata van még, úgyhogy miközben olvassátok, élvezhetitek a nyomdafestéket, és csodálatos bizonyságok vannak benne rólatok, akikkel ez megtörtént, utána lehet járni minden egyes bizonyságnak, gyógyulásnak. A vízkerességről van benne egy csodálatos beszámoló, ami szintén megtörtént idén, aki kívánta, vízkerességet vehetett, tanítás olvasható benne Isten pecsétjéről, és a többi ez meglepetés. Ki kell olvasni, és miután kiolvastátok, adjátok tovább. Aki még nem hallott felőle annak, vagy a szomszédnak, aki már ismeri és szereti hallgatni, az is rendben van, de ha olyannak adjátok, aki még nem hallott Krisztusról, és örömmel veszi, hogy van egy jó hír nálad végre, mert a hírekben általában csak nehezebb, súlyosabb híreket lehet hallgatni, ami inkább lehúzza az embert, vigyétek körbe ezeket a jó híreket. Ezek fantasztikus dolgok. Hogy Jézusban igenis ott a gyógyulás lehetősége, ott a szabadulás,
És erről ma ti is többen számot fogtok adni, mert egyeztettük előre. Elmondom a nagyon fontos dolgaimat, amik itt a jegyzeteimben szerepelnek. Sokan keresitek a híres nevezetes sárga csekket. Megszületett. Végül is a bankot addig nyúztuk, szaggattuk, még vannak csekkjeink. Tehát aki semmilyen más módon nem tudja, és így szeretné elküldeni, az adományát mostantól ezt meg lehet tenni, és Istentől jutalmatok van. Minden egyes elvetett mag terem Isten országában. Amen. Ez így igaz. Akik régebből ismeritek az Urat, tudjátok, ez mennyire igaz. Evangelizációkról egy pár szót. Csütörtökön egy csodálatos evangelizációnk volt Orosházán. Kint a szabadban rengeteg embert megtalált az Úr. Piacnapon szoktunk kimenni. Mi is piacolunk, és a legjobb terméket mi árusítjuk ingyen és bérmentve. A legcsodálatosabbat, az Úr Jézust hirdetjük a piacolóknak, és a vevőknek, a vásárlóknak, akik jönnek, mennek, és megálltak, és hallgatták. Hallgatták az evangéliumot, és nagyon sokan elfogadták az üdvösséget, az üdvösségkártyát, és megemlítettük nekik a gyülekezés lehetőségét, és ebben is nagy volt a nyitottság. Úgyhogy Orosházán köszönjük Istennek, hogy ébredést láthattunk, és ennek a folytatása tegnap volt Miskolcon. Miskolcon olyan dugik teltházzal voltunk, hogy a bejáratnál is álltak, a küszöbben is álltak, és nem jutott mindenki be, és a drága román testvéreink is jöttek, és a romániai magyar testvéreink jöttek, pásztorokkal jöttek. Fantasztikus volt az Úrnak a jelenlét, ami alászállt, és ebből fogtok hallani majd bizonyságokat a hétfői ima körben, mert nagyon sokan közülük érdekes módon mindig bent vannak az ima körökben is, és ott beszokták írni, hogy történtek gyógyulások, csodálatos tudásszal ajándékban gyógyultak az emberek. Voltak csodatévő erők, volt, akinek egy csomó tűnt el a füle mögül, ami fájdalmas volt. Mikor hazaért, akkor vette észre, hogy nincs már ott, és eltávozott, eltűnt, anyagtalanná vált. De lesznek, ott helyben láthattunk nem halló fület hallani, a szemeknek a megnyilását, és nagyon sok szervi gyógyulás volt. Lábakban, kezekben, szervekben, úgyhogy ez ma is így lesz. Aki itt van hittel, az Úr megnyitja a szíveket. Nyíregyházára megyünk, október 2-án, ez most már egyre közeledik, vasárnap leszünk 3:30-kor. A kenethordozó testvéreink jártak már most többször nálunk, és azt kérték, hogy most mi látogassuk meg őket, és erre nem lehet nemet mondani, ugye? Erre nem lehet nemet mondani, mert nagyon szeretjük őket. Igazi, tiszta szívű, drága és felnövekedett szolgáló testvéreink ők, gyönyörű gyülekezettel, és október 2-án, vasárnap 3:30-kor mi megyünk hozzájuk, úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezt imádkozzátok, hogy Nyíregyházán áldásoknak a sokasága fog megnyilvánulni a résztvevők között. Aztán Szolnok lesz rá egy hétre, október 9-én. Szolnokon leszünk, a Voke csomó, Jézusnak adjunk tapsot, ha érezzük a dicsőséget, meg kell tapsolni. Elmegyünk Szolnokra, és hirdetjük ott is az evangéliumot. Ott tavaly előtt is volt egy ilyen összejövet, ha jól emlékszem, egy évben egyszer egy őszi, ez már szokássá válik, egy őszi alkalom, és a Jézusnak a csoda tevései, gyógyulásai nem maradnak el. Amikor összejövünk, és közös hittel vagyunk együtt, és egymásért úgy tudunk imádkozni, mintha saját magunkról lenne szó. Ez a csodája a közös hitnek különben, ez a gyönyörűsége. Még talán annyit, hogy ezt is elmondtam kis papírkámon, hogy semmi nem maradjon ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a tanítás, amit mára szántam, és elkezdtem nézni, hogy jöttök mindenhonnan, és hozzátok a bizonyságot, mondom, a kettő nem fér be. A mai alkalomban nem tudjuk mind a kettőt valóra váltani. Úgyhogy csak annyit fogok nektek elmondani, hogy Isten egy olyan jutalmazó Isten, hogy mindenkinek azt adja, amire a leginkább szüksége van az életben. És ő tudja, és ő tud minket úgy megajándékozni, hogy a fölött van a jutalmunk, mint hogy el tudnánk azt gondolni. És ez történt Ruttal például. Egy igét a múlt alkalomról, azt írja az írás, legyen teljes a te jutalmad.
Hát mi teljes jutalmat fogunk nyerni, erre szánjuk magunkat. Legyen teljes a te jutalmad az Úrtól, Izraelnek Istenétől, akinek a szárnyai alatt oltalmat keresni jöttél. Ti azért vagytok ma itt, mert az Úrnak a szárnyai alatt kerestek oltalmat. És az Úr kiterjeszti a szárnyait felettünk, és megjutalmaz, és megoltalmaz minket. Ő egy jutalmazó és egy oltalmazó Isten. Ha majd meghalljátok a mai bizonyságokat a drága házaspár testvéreinktől, hogy mennyi mindenen kellett keresztül menniük az évek során, főleg az utolsó években, és oly egészségben, magegészségben és ragyogásban vannak itt, hogy ahhoz nincsenek szavak, ez nincs mit hozzátenni, mutatja, hogy Jézus él. És ma is gyógyít, és örömet és ragyogást ad az életünkre. És ezt mindenkivel megteszi, aki hozzá fordul a kegyelemért és az irgalomért. Úgyhogy ez a csoda Ábrahámmal is megtörtént. Ábrahám hűséges volt Istennek, és Isten azt mondta Ábrahámnak, ne félj, Ábrahám, én pajzsod vagyok, te néked, a te jutalmad felette igen bőséges lészen. Tehát, hogy el tudjuk képzelni, hogy Isten megjutalmaz minket, és azt mondja, Isten felettébb megjutalmazlak téged. Afelőtt, mint hogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Ezt az Efézusi levél is írja, ugye? Hogy magasan a fölött, mint hogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Vagyis van nekünk egy elgondolásunk arról, hogy mit tesz majd Isten az életünkben, hogy ez milyen jó lenne, az milyen jó lenne, ha ezeket megcselekedni Isten, és akkor jön Isten, és azt mondja, hogy igen, te így gondoltad? Na, én meg megmutatom, hogy én hogy gondolom, és hoz a fölött való áldásokat, magasan a fölött, mint hogy kérnénk, vagy elgondolnánk. És az ő. Ezt csak ő tudja megtenni, ő ismeri a szíveket, és ő a megjutalmazó Isten. Ahogy olvastuk a zsidó levélben, ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És megjutalmazza azokat, akik őt szorgalmasan keresik. Mi lehet egy jutalom? Például egy 55 évig tartó boldog házasság. Van, aki 10 év alatt 3-szor elválik, ugye? Mert nem sikerült se az első házassága, még ha nem is a saját okán, de belefutott egy-két helyzetbe. Ugye? És 10 év eltelik, és elvált már 3-szor, és minden házasságából van egy gyereke, mondjuk, és nem tud hova menni. Ezek a dolgok a világban megtörténnek, és akkor vannak ezek a dolgok, hogyha nem a Jézus Krisztus a mi királyunk és a mi főpapunk. 55 évet leélni boldog házasságban, azt lássuk be, hogy csak Istennel vagyunk képesek. Isten nélkül lehetetlen. És hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És csak ő tudja ezeket megtenni. Tehát a hitet meg kell tanulnunk, hogy hogyan működik, hogyan mozgatható a hit. És ma az Ábrahám hitéről akartam nektek tanulmányt mondani, mert készültem, és nagyon fontosnak tartom, hogy Ábrahám hitét megismerjük, mert mi Ábrahám hitéből valók vagyunk, de erről most csak ennyit fogtok hallani ízelítőleg, és jövő héten fogjuk befutni egészségetre. Ezt a minden szabad, aki jubileumon van. Minden szabad, meg van engedve Jézus nevében, és talán azt szeretném nektek elmondani, hogy az Ószövetségnek az utolsó könyvének utolsó fejezetének utolsó verse mit ír nekünk. Mert ez azt mondja, Isten, innen fogom indítani az Új Szövetséget. És elmondja nekünk, hogy tudjuk azt meg, hogy ő hogyan tekint a mi hűséges voltunkra. Az a Malakiás 3.18-ban, és ezt ajándékul adom nektek, ti, akik ma itt vagytok, és onnan kezdve jönnek majd a bizonyságok. Jól gondoljátok hát meg, és e naptól fogva az elmúltakat is gondoljátok meg. Van-e még mag a csűrben, kérdezi az Úr. És lapoznom kell még egyet, mert ez nem valaki más könyve volt. Az is minden ige jó, igen, és a helyén van, de az igaz ige, amit ma szerettem volna nektek mondani, az a Malakiás könyvében van a 3.18-as vers, és nem a Malakiás könyvében voltam, ez volt az egyetlen baj. Az is jó volt, az is nagyon jó ige volt. Most lapozgatunk. Megtértek és meglátjátok. Na, ez az, amit kívánok nektek. Megtértek és meglátjátok, hogy különbség van
az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. És ti, akik itt vagytok, ti szolgáljátok Istent, mert pásztori szolgálatban vettetek részt, ima szolgálatokban vettetek részt, és a legkisebb dolgot is Isten a javunkra írja, amikor a kezeinket fölemeljük és imádjuk őt. Vagy elkiáltjuk magunkat, mint Misi, hogy halleluja. Fogjátok tőle hallani, mert mindjárt prédikálni fog nektek. Úgyhogy, és igazi prédikátor talált benne Isten. Nagyon sok gyülekezetet épített fel Misi az évek során, úgyhogy bőséges lesz a jutalma, és itt van az üzenet, hogy meg fogják látni azt, hogy különbség van az ő életük között, és azok életek között, akik nem szolgálják Istent, mert sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak, ugye? Tehát akiket az Úr elhív, de mégsem tudja választani őket, mert nincs oda szánt szívük, ugye? Tehát rengetegen vannak kint a világban az elhívottak, de az Úr nem tudja kiválasztani őket a szolgálatra, mert nem készségesek, nem engedelmesek, nem hajlanak az Úr szavára, és ezért más irányba mennek. És az önfejűségnek és a kevésségnek pedig szintén megvan a jutalma, de az nem az a jutalom, amit szeretnénk Istentől elnyerni, hanem a nehézségek jönnek, és a bukdácsolások jönnek, és kemény helyzetek jönnek. Úgyhogy a legelső dolog, amit ma tenni fogunk, hogy meggratuláljuk a mi ünnepeljeinket, és Tóth Misit és Julikát, és Szőke Gyurit és Évát, így fogjuk egy ünneplésen és bizonyságban meghívni ide a mikrofon elé, és a szeretetünkkel meg fogjuk köszönteni őket. Mert ez a mai napnak az első feladata, mert Istennek gondja van arra, hogy jutalmak szülessenek az életükben. Aztán egy drága pásztor testvérünk jött el, aki Enesén szolgál, és Trudika azt mondta, hogy ezt a dátumot megkapta a szívében már előre. Jó előre, hogy ezen a napon jöjjön föl Pestre, és ami a szívében van, abból fogtok hallani. De hogy Isten dicsősége ragyog rajta, azt látni fogjátok. Mert az Urat nagy szeretettel, nagy imádattal szereti, és gyönyörű, gyönyörű éveket töltött az Úrnak a bizonyságaiban. Úgyhogy neki is szó kerül ma, amennyit ő szeretne, és akkor még egy bizonyság jön, tehát itt láttam, hogy ma már nem tudok prédikálni. Mert ami drága pásztor testvérünk Póri Marianna, és pont ma tudott így feljönni Katáékkal együtt, aki pedig egy csodálatos munkáról ad bizonyságot, hogy megszervezett formában több héten keresztül az egész településnek milyen áldás lehettek, ő, maga pásztor és a gyülekezete egy kiválóan megszervezett munkában. Ami azért hangzik ma el, hogy az Úr Jézussal dicsekedjünk, és el tudjuk mondani, hogy esetleg mi is kapunk egy szikrát, és valami hasonló munkára elindulunk. Mert ugye ez egy kiváló nyájépítő munka volt, erről ő fog beszámolni. Tehát ő is a mai napon szót kér, és azt követőleg pedig egy csodáról hallunk majd. No, és még ott se lesz vége, hanem először szeretném összefoglalni, hogy milyen kövér ez a nap. Dunakesziről és Csákváról jöttek testvéreink, akik több mint talán 10 éve nem jártak gyülekezetbe, mert nem volt lehetőségük, és most az interneten kerestek rá, és találtak meg minket. Úgyhogy ennek aztán annyira örülünk, hogy elmondhatatlan, úgyhogy megkérlek, hogy álljatok föl, drága Ibolya és Adélka, és köszönjük az Úrnak, hogy ti a mai napon eljöttetek, és még a korona ezen, hogy te rákból meg is gyógyultál, és erről is el fogod mondani ma a bizonyságodat. Na, ha mindezt ma bevesszük, akkor Katának összesen egy dalra marad még idő utána, de ez meg fogja érni, mert az Úrnak, amikor a szava szól, az Úr szentjeinek a szívéről, akkor meglátjátok, hogy ott milyen erőteljes mozdulások lesznek. És látom én azt, hogy a szellemnek engedni kell. Tehát az ember tervez, és szereti a Szent Szellem, ha egész héten készülök, hogy na miről beszéljek, és azt mondja, na jó, van majd jövő héten. És akkor engedelmesen kell lenni, és ezen lesz az áldás. Imádkozni mindenképp fogunk, értetek, nagyon sok gyógyító kenet van. Amit lehetett érzékelni, az a bal oldalon, itt a mandula körül lesz egy nagyon komoly gyógyulás a mai napon. Ez ki van valakinek norodva, vagy dagadva, vagy duzzadva, és ez visszamegy a helyére.
és ami rendellenség ott van, az anyagtalanná válik, ezt lehet biztosan mondani előre, hogy ez meg lesz. A talpon van gyógyító munka. Bokában, köszönöm szépen, hogyha soroljátok. A fejben van gyógyító munka, és a könyök területét említettük. Hol volt még, amit a fülben? Fülben, igen, a comb hátsó izmai feszülnek valakinek, és fájdalmas. Ez is föl, ez mindig a dalokra, egyik dal jött a másik után, és újabb ajándékkal jött a Szent Szellem. Úgyhogy a Szent Szellem szívesen veszi, ha énekelünk neki. Sok gyógyító ajándék van, és próbálok visszaemlékezni, hogy a szemben is volt kenet. Igen, lehet, hogy ma megteszi a Andris pásztorunk, Tóth Andris és a drága testvér, akit szelve szokott hozni. Kimondottan a szem gyógyulást keresik, mert nem volt sikeres, azt hiszem, a műtét. Meghalljátok ezt is. Szóval ma ilyen bizonyságok sora lesz, és a Jézus neve fog felmagasztaltatni ebben. És hogy kivel kezdjük? Hát természetesen az 55-ösökkel. Úgyhogy áment mondunk erre, ámen. Az 55-ösökkel, és azt fogom kérni az Úrtól, hogy így párban gyertek itt. Tehát először Misit kérem és Julikát, mikrofont egymásnak adjátok, úgy, ahogy gondoljátok. Ami a szíveteken van, teljes szabadságban prédikálni lehet, hálát adni, és aztán fogom kérni Gyurit és Évát. Ott a helyeteken is lehet, oda viszem a mikrofont, ha nehezebb a mozgás, de ti veletek fogjuk kezdeni. És aztán folytatjuk a sort, ahogy az Isten adja a szívünkre, megkérjük, hogy segítsen ma nekünk ebben. Legyen a segítségünkre, mert őt szeretnénk követni, az ő vezetését. Úgyhogy Jézus a hatalmas király. Adjunk egy tapsot a Jézusnak. És megköszönjük most Tóth Misi és Julika életét, és talán azt tesszük, hogy először megáldjuk őket, jó? Egy gyülekezeti áldást fogunk rájuk mondani, hogyha Csaba megtennéd, hogy egy széket és mellé egy másikat ide teszel, ülhessenek, és én megkenem olajjal őket, és mi közösen fogunk imádkozni azon, hogy ez az 55 év hozza meg a következő 55 év boldogságát. Amennyit az Úr rendelt, annyi legyen az életeteken áldásként. És ha megfogjátok, úgy így gondoltam, igen, és ti pedig nyújtsátok ki a kezeteket a Jézusnak a szent nevében, és az áldások Istenét fogjuk segítségül hívni, ahogy Ábrahám hívta a drága Úr Jézusban, és mi megáldunk benneteket az Atya, a Fiú, és a drága Szent Szellem nevében, hogy a kegyelem Istene, a minden kegyelem Istene jöjjön nektek segítségül, amikor csak helyzetek, szükségetek vannak. Atyám, a te Jézus Krisztusod szent neve által megdorgáljuk az ellenségnek minden tervét és szándékát, és ezt az egységet megáldjuk, és hálát adunk neked azért, hogy te jössz, és mindenkor egybekötve az ő szíveiket, ezt a hatalmas egységet, Atyám, még jobban felnöveszted, úgyhogy szüntelen való legyen az igaznak öröme és vigassága, kortól függetlenül, drága mennyei Atyám, mindentől függetlenül, minden bajtól, megpróbáltatástól függetlenül egy hatalmas áldás legyen a Jézus Krisztus szent nevében, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem jelenlétében és a Jézus nevében. Legyetek ti áldottak, anyagi szükségek betöltése, fizikai szervek megújulása, mert nem csak meggyógyulni kell a szerveknek, hanem 70 év fölött megújulni kell, meg kell újulni minden sejtnek, minden szervnek, hogy újra élhessétek a fiatalságotok esztendeit a Jézus Krisztus szent nevében, és hogy bőséges legyen az aratás kortól függetlenül az életetek felett, az eddigi gyümölcsök mellé még sok gyümölcsöt tudjatok teremni, és a hatalom kulcsai a vállatokon vannak, és uralkodni tudtok, ahogy a Róma 5:17 mondja, hogy uralkodván az életben az egy Jézus Krisztus által, ez az áldás kísér benneteket örökön, örökké, nem csak ebb világban, hanem az elkövetkezendőben is örökké az Úr egybekötött benneteket, és gyönyörködik bennetek, gyönyörködik ebben az egységben. És az öröm, ami tőle való, az árad a szíveteken, és ebből fogunk most részesülni a Jézus Krisztus szent nevében. Gyönyörűséges mennyei Atyám, áldunk és magasztalunk téged, áldunk és magasztalunk. És hozsannákat zengünk a magasságban. Halleluja, megköszönjük az ő életüket. A drága Jézus Krisztus szent nevében.
Ó, halleluja! Az ellenség terveit megtörtük, az ellenség meghátrál és elbukik az Úr orcája előtt. Az Úr orcája előtt. Ó, hozsanna, hozsanna, dicsőség Isten. Ó, a fülben pedig megérkezett a gyógyító kenet. A Jézus nevében valakinek a fülében a hallás tökéletesedik. Tökéletesedik. Köszönjük, Uram, bárkinél végzed, megköszönvén, megköszönjük. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Ó, gyönyörű Jézus, gyönyörű Jézus. Halleluja. Ó, laprassene mentere esélekerianáj. Még kérünk esztendőket és éveket, Atyám, egészségben, teljességben, beteljesedésben. A családra áldás szálljon, a fiakra és a fiatnak fiaira áldás szálljon, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Ó, rabrandele kerése, és a Jézus neve felmagasztaltassék minden utatokon. Halleluja! Halleluja! Minden hitpróba fölött győztesen, győztesen és győztesen. Ó, hogy meríthessünk abból a kútból, az üdvösének a kút fejéből. Halleluja! Halleluja! Ó, rabona lemente szedeb latina. Ó, selekalia szonometia nem a saja. Minden utatok beteljesedését profétáljuk. Nincs az az ellenség, amely képes lenne kirabolni benneteket, mert ti az Urat szolgáljátok, és megláttatik, hogy különbség van a között, aki szolgálja az Urat, és a között, aki nem. Amen. Halleluja! Dicsőség legyen Istennek. Ó, halleluja! Halleluja! Dicsőség, dicsőség az Úrnak, ami Istenünknek. Jó. És pulpitus előtt talán könnyebb, meg közelebb vagyok, addig ezt félretesszük egy nagyon picikét, jobbra meg balra, hogy... De jönnek Éváék is majd, és először hadd mondják el, és utána, gyertek! Kinek adjam a mikrofont először? Na, mi? Látjátok, itt van. Azért kérem, mert majd ő biztos hosszabb lesz, én nem akarok hosszú lenni. Drága testvérek, köszönöm a sok jó kívánságot, amit küldtetek a Facebookon, mert nagyon sokan írtak valami 300 körül, nem is tudtam mindenkinek küldeni a kis szívecskét, de a szívem itt van mindenkié. És el szeretném mondani, hogy én június 10-e körül voltam itt, és már akkor is szólt az Úr, hogy mondd el azt, amit valamikor eszembe a Benny Hinn alkalmán kaptál. Benny Hinn nagyon szépen énekel, biztos sokan hallottátok, és így integet. És akkor azt mondta, hogy mikor így integetek, Jézusnak integetek. És én sokszor integetek. És azt mondta az előbb az Úr, hogy ez a mai nap a te napotok, és ne sírjál. Mert kisírtam magamat, hogy a szép énekek mind a szívemhez szóltak, hogy mi tényleg így vagyunk 55 éve. Nehogy azt higgyétek, hogy nálunk nincs kanálcsörgülés, nálunk is van. Minden hónapban elválunk. Minden hónapban. De 55 éve együtt vagyunk jóba rosszba. Én, a papa kezdte, covidosok lettünk július végén, de nagyon betegek voltunk 3 inekció után. Én utána elvitt a mentő, mert annyira felment a pulzusom. Füredről telefonált a doktor úr minden nap, hogy vigyázzak magamra, és de csütörtökön már időpontom volt, már menjek hétfőn. Ott voltam bent 2 napot, ez ugye jó 2-3 hete volt, kaptam egy EKG-gépet otthonra, minden nap mértük az EKG-t. Azóta dicsőség Istennek. Olyan gyógyszert kaptam Istenen keresztül, hogy beállt a működése a pulzusomnak, jól vagyok. Annyi mindenen mentünk keresztül az 55 év alatt, ebbe voltak buktatók, de jó Isten mindig velünk volt. A sok rákos műtét, nekem is, a papának is, és mikor Erzsikének telefonáltam műtét után 2 óra múlva, 2020-ba, ő meglepődött, hogy te már beszélsz itt velem Kaposvárról. Emlékszel rá, drága Erzsikém, hogy Isten olyan hatalmas csodákat tett velünk, és mindenkinek ezt kívánom. Az anyagiakban is, nekem is voltak
anyagi gondjaim, de Isten mindig megsegített. Szeretek adni, szeretek osztogatni, és én a vetésemből aratok, de már az aratásomból is újra vetek. Mert tudom, hogy másnak is jót teszek azzal, amit adok. Most a lányomnak sajnos el kellett a házát, ki kellett üríteni, vagyis a vőmnek, mert elvitte a bank. Nem fizette a svájci hitelt, de képzeljétek el, hogy a Jóisten megsegítette a lányomat, fiamat, nem kell feladnunk, ez egy élet most elment, majd kezdődik a másik. És belenyugodtunk, nehezen, de belenyugodtunk. Most ott árultam ki a bútorokat, nagyon olcsón adtam minden, de minden el kell, dicsőség Istennek. És amiből tudok, aratok, de abból vetek is, és Isten megsegít. És ti is csináljátok, higgyétek el, tegyétek meg. Én is tanultam 26 évvel ezelőtt, mikor mondták, hogy ezért imádkozok. Mikor mondják, hogy házért imádkozok. Édes Istenem, hát mi ez, hogy házért imádkozok? És akkor, mikor gyülekezetbe jártunk 5 helyre, ott mentünk el a ház előtt, és akkor mindig mondtam, hogy ó, Istenem, ez a ház az enyém lesz. Hátam mögött megszólalt az enyingi pásztor Marika. Miből lenne a tiéd? Hát pénz sincs. Pénzed sincs, de ő ezt nem mondta ki, csak utólag. És tényleg így volt. És Istenünk úgy megcsinálta az egész életünket azokba a hónapokba, hogy egy év múlva már költöztünk. Vagyis tényleg imádkozni kell. Isten mindenben megsegít bennünket. Ahogy Erzsike is mondja, napról napra az imába. Ott vagyunk. Hát a Pisi meg ugye, nem tudom, Kóré Piroska nincs itt? Nincs. De képzeljétek el, hogy a Kóri Piroskával szinte versenyben vannak este 6-kor. Hogy ki lesz az első, aki küldi a szívet vagy a rózsát. Már mindig mondom a papának, papa, hagyd már abban, mert mondom, Erzsike most megint mosolyog egyet, hogy megint a Misi az első. És ő ennek ez úgy örül, de ő már 3-6 vagy 7-6 után már készíti a Bibliát, mert mindig ott van az asztalon. Imádságos fizet hozzánk, bárki jön, még a mentősöknek is feltűnt, mikor vittek el, hogy maguk ennyire hisznek, hiszünk. Végig imádkoztam Fehérvárig, mikor sztrókkal elvittek, most egy éve volt másodikán, szeptember másodikán. 8-ára megvolt a repülőjegyünk Valenciába. És itthon maradtam, mert sztrókkal elvitt a mentő. Végig imádkoztam, végig nyelveken imádkoztam. Egy olyan kis mentős ült mellettem, azt mondja, most maga mit csinál? Mondom, imádkozok Istenhez, mert nyelveken imádkoztam. És itt vagyok. Már este már kinyílt a kezem, pedig megmerett. Estére kinyílt a kezem, sírtam sokat. El volt fordulva a szám. Misi azt mondta, mi van veled, anyám? De már a szám, mikor a Fehérvárra értem, már szépen visszahúzódott. Hatalmas Istenünk van. Én csak ezt tudom mondani, hogy hatalmas. Áldjátok mindig az Urat, én is áldom. Na, átadom a papának, mert ő biztos, hogy hosszabb lesz. Ne sírjál, öregem. És most nem az a, ez a ruha nem 55 éves, de a 55 évvel ezelőtt ugyanígy voltunk. Hát, igaz? Öregek. Na, halleluja, dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Látjátok, itt a szócső. Itt a szócső. Sokszor nem tudom, megkérdezem, hogy te most kényszerből beszélsz, vagy szereted hallani a hangodat. Mindig beszél és beszél és beszél. Tudjátok, mikor nem szól? Akkor, amikor a konyhába vagyok. Akkor azt mondja, jó van, akkor csak mosogassál, csak csináljad a kaját. Akkor nyugodtan, akkor békén hagy. Máskor beszél. És az, hogy dicsekszik azzal, hogy összeveszünk, mindig válunk. Tudjátok, ebből is van valami jó. Hogy micsoda, megmondom. Azért, mert ha nem veszekednénk, nem tudnánk kibékülni. De a veszekedésből van egy csodálatos békülés. Amikor hozzám bújik is, papa, tudod, hogy akkor tudok elaludni, ha hozzád érek. Tudod? Tehát ez az élet, drága testvéreim, és
aki igazán... Ja, közelebb. Jó. Köszönöm szépen. Aki igazán megpróbál szeretni, már nem vagyunk szerelmesek. Hú, az már nagyon régen volt, hogy szerelmesek voltunk. Az elmúlt. De amint énekeljük, de most már nagyon ritkán, és szeretném felhívni a figyelmüket a zsoltárosnak, a dicséretvezetőnek, hogy a szeretetről énekelni. A szeretetről. Ez a szó, hogy szeretet minden nyelvben él, legyen nyugat vagy kelet, északbár vagy dél. Ez a szó Istenről szól. Drága testvéreim, úgy elmaradtak ezek a csodálatos énekek. Ezt nem, pedig nem szabad elfelejteni. Nem szabad elfelejteni. És azt, hogy Jézus az én Uram. Jézus az én Uram, a mindenem. Drága testvéreim, ezek a csodálatos énekek elmaradnak, pedig tudjátok, mit jelent ez? Mondtam már egy párszor, amikor szót kaptam, hogy nagyon sokszor ásítok. Ez annyit jelent, hogy érzem a kenetet, érzem a Szent Szellem jelenlétét, és így mutatja meg, hogy szinte az egész testem borzong, és ásítok. Nem azért, mert álmos vagyok. Így jön elő, ahogy a Szent Szellem megérint. Ahogy megérint a Szellem, és érzem az Úr jelenlétét a Szent Szellem által. Figyeljünk oda, drága testvéreim, ez nagyon fontos. Ne felejtsd el, minden nap énekeld el. Nem muszáj hangosan elénekelni, de énekeld el magadba, hogy a szeretet soha nem múlik el. Kell nagyobb bizonyíték. 55 év. Nem ötös, kétötös. Kétötös. Sőt, én azt hiszem, hogy leszünk még kéthetesek is. De ez az Úré. Ez az Úré. Ugye? Mi a kegyelemnek a száma? Tudja mindegyik őtök, ugye? Öt. És azt mondom, hogy hát ha erről van szó, Uram, ez a te csatád. Amen. Amen. És az Úr ezt a csatát megvívja, megadja a szívünk kérését, mert azt mondta, hogy igen. Sőt, mi több, bizonyságot tesz arról, hogy azt mondja Jeremiás 1.12. Jól láttál. Nekem gondom van az igémre, hogy beteljesítsem azt. Ugye? Olyan csodálatos dolog, drága testvéreim, amikor megéljük az igét. Amikor elérünk oda, hogy eszünkbe jut, hogy hát ezt mondtad, Uram, olyan sokszor előttem van. Előttem van például az a csodálatos esemény, ami Izraelbe történt, és Erzsike is ott volt, vezette a csoportot, akivel mentünk együtt. Azt hiszem, két autóbusszal voltunk. Igen, két autóbusszal voltunk, 100-110 voltunk, és elmentünk abba a csodálatos kertbe, amiről a zsoltároknak a második, harmadik igéje szól. Arról szól, hogy a víz mellé ültetett fa. De ott nem vízről beszél, hogy a víz mellé, hanem a vizek mellé ültetett fa. Nem egyről, többről beszél. És mi, amikor itt vagyunk, akkor érezhetjük azt, hogy mi a vizek mellé vagyunk ültetve. Mert hogyha ennek elfogy a vize, ennek a pataknak, itt van a másik, itt van a harmadik. Ugye? És abból táplálkozhatunk. Most az úton is beszélgettünk a volt mennyasszonyommal.
Hát az volt, már háromszor volt, Már most harmadszor vettem el őt feleségül. Harmadszor, képzeljétek el. Van, aki egyel sem dicsekedhet, ő meg hárommal is. No. Tehát mit is akartam mondani, uram? Igen, ahogy ott voltunk abban a csodálatos kertben, az tényleg ugyanaz, mint ami le van írva az első Zsoltárok 2-3-as. Hogy ott vagyunk, itt is itt vannak. Itt vannak azok az emberek, akik példakép lehet. Mint nekünk is nagyon sok példaképünk volt. De sajnos az ellenség győzött felettük. Győzött felettük. Nem akarok neveket mondani, de azt hiszem, hogy régi gyülekezeti tagok, ugye, azok tudják, hogy kiről beszélek. Felnéztünk rájuk, példaképnek tekintettük. Kerestük a közelségüket, kerestük azt, hogy hol halljuk őket. Mert azt mondja az ige, hogy a hit hallásból, a hallás Isten igéje által van. Akkor mi a feladatunk? Ahhoz, hogy pluszba, mert hitet kaptunk. Mindenki egyenlő hitet kapott. Megtapsoltál? Köszönöm szépen. Mert tapsol a feleségem. De nem tudom, hogy azért, hogy hagyjam abba. Gondoltam, mert mindig így van. Ugye, látjátok, ez is Isten bizonyítéka. 55 év után már nagyon nehezen viseli, hogy nem ő beszél, hanem én. Na de se baj, drága testvéreim. Amint mondottam, a szeretet soha nem múlik el. Az mindig megmarad. Valahogy jön egy, nem arra néztünk egyszerre, amerre kellett volna, és akkor van egy kis szóváltás. Ennyi az egész. De a kivékülés ott van utána. És ott már ott van az Úr is. Tudjátok, nagyon sokszor előfordul az, hogy beszélgetünk, és legyen futballról szó, vagy legyen szakmáról szó, vagy magáról a hétköznapi dolgokról legyen szó, mindig az ige jut eszembe, és mindig előhozom az igét. Miért van ez? Mert azt mondja Jézus, hogy itt lakozik. Itt. Itt van a szívünkbe. Itt van a szívünkbe Isten, mert Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. És hogyha mi szeretünk, Istennel vagyunk, és Isten bennünk van. Köszönöm szépen, ne haragudjatok. Áldjon meg a drága jó Isten mindegyik őtöket, drága testvéreim. Köszönöm szépen. Halleluja. Azt gondolom, kihallottátok, hogy ebből, hogy Misenél kiváló prédikátort nem sokat lehet találni, aki csokor nyakkendőben, öltönyben, fekete cipőben, Istent megtisztelve, és a dalokat is ismerve. Úgyhogy mondtam neki, megfenyegettem, mondtam, hozod a szintetizátorodat egyszer, mert Misi otthon dicséri az Urat, és egyszer veled fogunk dicsérni, mert ezeket a dalokat bizony szeretnék majd hallgatni, és akkor te fogsz prédikálni is. Mert ami benned van, az 25 év ige, legalább. Azért jut mindig eszedbe mindenről, akármit nézel az ige. Mindannyian így vagyunk, akik már telve vagyunk az igével. Mit mond erről Isten, ugye? Az ige szól, és azt egyszerűen kihalljuk a helyzetekből, és már nem engedjük, hogy a világ elvigyen minket, mert az ige vezérel minket. És ez van a ti szívetekben, és ez nagyon nagy dolog. És Julika, neked a legnagyobb kincs, mert ő az egyetlen, akivel ezt az 55-öst így le tudtátok futni, mert Isten egymásnak rendelt benneteket. És ilyen nagyon hálásak vagyunk érte, hogy ismerhetünk benneteket. Amikor megismerkedtünk, akkor már volt egy hatalmas baleseted és egy műtéted, és utána rengeteg műtét volt még más területeken, évekről évekre emlékszem, és győzelemben és egészségben itt vagytok. Úgyhogy Jézusnak hatalmas tapsjár ezért. Jézusé, minden dicsőség. Ő az egyetlen, aki meg tud minket őrizni. És azért érdemes őre támaszkodni és hagyatkozni. Most a másik csodálatos házaspárunk jön. A drága gyönyörűsége,
az Úrnak a szőke Gyuri testvérünk, akiket Isten többször feltámasztott a halálból, láthattátok a gyülekezetben, és Éva a gyönyörűséges és az evangélista kenettel rendelkező, mert gyógyító ajándékok vannak az ő keze alatt. Rengeteg emberért imádkozott, és azok mind meggyógyultak, és mai napon is hozza az imakörbe azokat, akiknek szükségük van gyógyulásra, és aztán jön 2-3 nap alá bizonyság, hogy hó-hó, meg is gyógyultam, mondom, igen. Na most a helyzet az, hogy az Úr adja az erőt ezekben a helyzetekben. Nincs más, csak az Úr. Úgyhogy most őket fogjuk megáldani. Az olaj az csak jelképes, ami a kezemben van, de az igazi drága szent kenetet a Szent Szellem hozza. És az imáink által, mint folyamként, ahogy hallottátok, hogy folyó vizek, tehát mindannyiunkból folynak ezek a vizek, az élő vízfolyamok, és ezek fogják most elérni a ti életeteket, és most meg fogjuk köszönni. Meg fogjuk köszönni az Úrnak, hogy ismerhetünk benneteket, hogy álthatunk benneteket, azt a hűséget, amivel voltatok az Úr felé, a hosszú-hosszú évtizedeken keresztül. Egyetlen vasárnap soha nem maradt el, hogy ti ott ne lettetek volna. És ez folyik hány éve? 20 éve? Képzeljétek el. 20 éve hűségesek az Úrban. Minden hétvégén ott vannak az Isten tiszteleten. És nem a közelből jönnek, hanem autóval a jeges utakon is, minden körülmény között. Az autó, ha így, mert úgy nem akart működni, akkor is meg lett dolgálva, és ott voltatok. Úgyhogy ez egy olyan kitartó hit, amit itt láttok, ami egy kincs, és egy előjáró jó példa. Úgyhogy ezt megköszönjük az Úrnak, és kívánunk nektek még nagyon-nagyon sok áldást és örömöt az életben, és a családtagokat. Családtagokat hívjuk be közös hittel, a fiakat és a fiaknak fiait, és talán a dédi unoka is van. A bizony, jól tudom akkor, ugye most egy nagy háladó az Atya, a Fiú és a drága Szent Szellem jelenlétében, az Úr Jézus nevében, Gyuri, megáldjuk az életedet. Az Úr angyalait küldjük ki a te segítségedre, minden lépésednél támogassanak, jobb és bal felől, ahogy megvan írva, hogy az angyalainak parancsolt felület, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe, meg ne üssed, ezért ez az erő, ami benned van, a feltámadás ereje, a megelevenítés ereje, megeleveníti minden szervedet, megeleveníti a testrészeket, a karaid, a lábaidat, erőt támad fel benned a feltámadás erejében, és erős vagy az Úr, és erővel tudod elvégezni az Úr útjait és az Úr dolgait, és a drága feleséged, Éva, a mi Urunk Jézus Krisztusunk szent nevében, az Atya, a Fiú és a drága Szent Szellem jelenlétében, az Úr Jézus nevében megáldjuk a te kitartó hitedet, a kitartó hited munkáit, hogy soha nem adott fel, és a hited által megmutatod a világnak, hogy minden lehetséges. Minden lehetséges annak, aki hisz. A hit által vannak ezek a győzelmek, a hit által vannak ezek az előmenetelek, és nektek jó előmenetelt ad az Úr az élet minden dolgában. Hát a hatalom kulcsait adta a ti vállatokra, hogy uralkodjatok az életben, az egy Jézus Krisztus által, és ő örömét leli bennetek, azt mondja, hogy én gyermekeim, én örvendezem bennetek, amikor jót cselekedhetem veletek, mert hűségeteknek bőséges jutalma lészen. Felette igen bőséges lesz a ti jutalmatok az Úrtól, felette igen bőséges, afelett, mint hogy kérnétek, vagy elgondolnátok. És tudjátok meg, hogy soha nem vagytok egyedül, és nem vagytok magatokra hagyva, mert én veletek vagyok, és én ott vagyok, és én megsegítelek, mondja az Úr. Én megsegítelek, angyali seregek oltalmaznak benneteket. Rendelünk a szükségekre betöltést, anyagi áldásokat az életetekre, amit szintén angyali szolgálatok által hoz az Úr, embereken keresztül, emberek adnak a ti öletekben, megnyomottat, megrázottat és színig teltet, adnak az emberek a ti öletekben, mert aki bőven vetett, az bőséggel fog aratni is a Jézus Krisztus szent nevében. Egy megnyugvás szólunk az életetekre, minden zaklatás fel kell az életetekről, és a tengerbe veti magát, és békesség uralkodik a ti életetek felett. Az örök dicsőség a Jézus Krisztusé. És köszönjük Istennek, hogy ismerhetünk benneteket. Köszönjük ezt a 20 évet, és meg az örökkévalót, az örökkévalóságot a Jézus nevében. A Jézus nevében.
Halleluja. 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 Még a Paxon szolgáltál, már akkor néztük, és mondtam Gyurinak, mikor fogsz már eljönni? Vasárnap eljövök. Ezt ő is régóta jár velem, csak amikor kórházban volt, azt hiszem, akkor nem jött, én mentem akkor is. Dicsőség Istennek. Jó rég volt. Ezek hosszú évek voltak, igen, igen, igen. Valaki szólt egy hittestvérnek, a unokatestvére, hogy ő meggyógyult a tévén keresztül Jim szolgálatába, és hogy most fog szolgálni, és akkor menjünk oda Bánkbán utcába, oda elmentünk, na én először. Azt hittem, hogy az csak egyszer van ott ez az alkalom. Többet nem tudtam, hogy hova kell. Mire megint szólt, hogy ott van a török Flórisba, akkor elmentem, és én azóta tényleg, ha csak nem volt semmi, amíg a kórházban voltam, addig nem tudtam csak menni. Minden vasárnap, nagy dicsőség az Úrnak. Igen. Amen. Igen, igen. Köszi. Amen. A beszéddel az szűkén van, mi nem nagyon szoktunk otthon beszélgetni igazából, csak reggel föl kell, akkor imádkozunk, elvégzi a dolgokat, hát időnként azért kell süllyesni, már gyere már, mit tudom én, ennyi csücs le föl, gyógyszert elkészítem, bevesszük, ő megy be szobába imádkozni, mondom, előbb kellett volna beágyazni, nem? És amíg ő imádkozik, nehezen lát a szemével, ugye, és akkor fél egy óra is van, mondom, készen vagy már, azt mondja, kész a szimákkal, Bibliával, mindennel, és akkor azt elvégzi. Most jó idő volt, minden nap szépen le a hintaágyra oda leült, úgyhogy olyan fekete a lába minden, mert állandóan ott ül a napon, és imádkozik, és ő ezt elvégzi. Aztán jönnek a szomszédok, 10-kor kinyitják a kaput, ugye bejönnek, mindenki akar valamit, ő ettől, igen, csak nem szereti, mert se dicséretet, se semmit, nem tudunk úgy hallgatni, hogy szeretnénk, de most ennek ezt segítsél, azt segítsél, pénzt adj kölcsön, vigyél el vásárolni. Úgyhogy ez ott teljesen nap az utcában, igazából még mindig csak hárman vagyunk, nekem segítség az nem igazán, ugye, én mindenkinek, úgyhogy, de hiszem, hogy az Úr ezt adja nekem, ezt a szolgálatot. A gyermekeim most se tudják, hogy most mi házasság évre, micsoda. Sajnos hónapok eltelnek, mire hetek, mire fölhívnak telefonon, hogy vagytok, mi újság. Úgyhogy erre is nyugalmam van, mert Uram, te velem vagy, aztán minden szükségünket betöltöd. Hát ez van. Változás. Kilós tüzelőt, ugye a 9 lépcsőn töltöm a kályhát, meg ilyeneket, mindent. Egy változást szólítunk ebben, hogy a gyerekek igenis érdeklődjenek, és hogy a sok-sok segítség, amit nyújtasz az utcában, ez egy pásztori munka, amit végzel különben, de azért fordulnak hozzád, mert ott van az isteni jelenlét nálad, ami Gyurival együtt is jönnek, és az nagyon is fontos, hogy ez a szolgálatot ki tud fejteni, és gyógyító ajándékok is vannak a kezeidben, kezeidet ráteszed, nagyon sokan gyógyultak már meg. Igen, igen, Gyurikámra is szoktam tenni, ha valami van, mindjárt a kezemet, és elmondjuk az igét. Ő nem beszédes, de amikor egymás mellett fekszünk a franciágyon, fáj valami, mondom, és akkor nem is teszed rám kezem, nem is imádkozol össze, de imádkoztam, érted? Ő olyan csöndesen ma, a nyelvek imája is most már csak majdnem, hogy hang nélkül megy neki, de szívéből, és látom, sokszor bemegyek ülésbe, fél hatkor már ott van, én nekem még a kutyát is le kell vinni, ha valami közben jön, nem érek vissza, akkor kikapok, hogy hát már ennyi az idő, már elindult az ima, ő ott imádkozik, de én a telefonról indítom a tévére, hogy ketten halljuk, mostanában nem sikerült a héten, csak a telefonomon, te hallod, ő igen, én odafekszek a telefon mellé, az én fülem az kicsit gyengébb, úgyhogy. Ma erre is van Kenet. És meggyógyul. A szemetekben is van gyógyító munka. Közös hittel kijelentjük, hogy a szemeitekkel tökéletes a látás, érzékelhető a szemben a gyógyító kenet, és kívánunk nektek további nagyon áldott esztendőket, jó egészségben, örömben, és látván a fordulást a gyerekek életében, hogy mind az Úrhoz térnek, és az Úr tanítványai lesznek, Még annyi, hogy a nagyobbik fiamnál is, ugye beszéltem a gyermeknek, olvastam a Isten, hogy teremtette világot, és anyuka bejött, és mama, anyu, te hiszel
hát ezt meséltem, nem, ha te se tudod, fejezd be, miért nem tettem raktapaszt a számra, nem is lehetett négy szem közt lenni a gyerekkel, aztán el is távolodtak ettől, hogyha erről lehet beszélni. Most is a dédunokám éjszakákat nem alszik, 0 órától 6-ig fél óránként fent van, nem tud aludni. Mondtam, hogy ezt is megtörjük, imádságban. Ugye kérünk, mondom, émát, mondom, higgyél szívem. De meg fog ez változni, hiszem, de tudod, kinevetsz, nem hisznek ebbe. A szomszéd is, na jó, ezt hagyjuk, az én itt ebbe az udvarban nem lehet Istenről beszélni, ilyeneket kapok én, úgyhogy van. Ezekben változás jön, ezt rendeljük el együtt, jó? Ezekben mind változás, amit felsoroltatok a Jézus nevében, mert a hit azért van itt a Földön, hogy működtessük, és ezt a hitet most kirendeljük ezekre a helyzetekre, és megtörjük az ellenségnek az erejét, és nektek olyan helyzetjelentések jönnek, ami örömöt fog gerjeszteni a szíveteken, mert az Úr megjutalmaz benneteket. Megjutalmaz benneteket, mert a hűségnek kettős jutalmát veszitek, ahogy az ige írja. Nem, és a fülben tökéletes lesz a hallás, a szemben a látás, és a szerveitek megújulnak. És nem szégyenültök meg soha. Ahogy mondtad, Évám, ez így lesz. Nem, egy drága dicséretes tapsal, egy köszöntsük az Úr Jézust, ő bennük, az Úr Jézus lakozik bennetek. Úr Jézus lakozik bennetek, és az Úr Jézus csodákat fog tenni lépten nyomon. És a vendéglátásban pedig várunk benneteket. Úgyhogy este is sütöttél. És igen, ő imádkozik értete, meg jókat sütsz. Ez egy nagyon jó munka megosztás. Köszönjük szépen. A most következő részben, ugye jó volt ezt hallani? Hogy lehet a békessége törekvésben lenni, és amen, amen. Az Úr olajozza meg ezeket a mozdulatokat, és jöjjön a segítségünkre mindenkor. Jöjjön a segítségünkre mindenkor, mindenkor, mindenkor. No, ki lesz az, aki most érzi, hogy a következő bizonyság lesz, vagy Trudika jön, melyikötök jön? Trudika, gyere gyorsan. Igen, a mi gyönyörű Trudikánkat is ismerjük 20 évek óta, és van, hogy feljár Győrből, de nem minden héten látjuk, viszont amit a szívében hordoz, abból szerettem volna, hogyha tud nektek adni, mert most fogtok kapni valamit, amit ő hozott nektek. Amen. Amen. Dicsőség Istennek, halleluja. Nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy itt lehetünk a mai napon. Mindig a szívemben vagytok igazából, és minden általában beszoktam kapcsolódni vasárnap is az alkalomba, és olyan gyönyörűséges, tudjátok, és annyira jó hallani benneteket, hallani azt, hogy a ti szívetek annyira csodálatos az Úrnak. Igen, köszönöm, bocsánat. Csodálatos, csodálatos szívetek van, és tudjátok, Isten szemefényei vagyunk. Isten jó kedvébe teremtett bennünket, és az ő szemefénye, és az ő szeretett gyermekei vagyunk. Mert azt mondja ugye az írás, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, aki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mi azt hiszem, hogy mindannyian meghallottuk az ő szavát, és azért vagyunk most itt, dicsőség Istennek. És amikor a Jakab levélbe olvassuk az írást, és azt mondja Jakab, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzánk. De mi, hogyha nem halljuk meg az ő hangját, akkor nem várhatjuk el az ő közelségét, ugye? És nagyon sokan vannak sajnos olyan emberek, akik, és a gyülekezetek tagok között is, hogy várják Istent, és nagyon-nagyon várják, hogy segítsen nekik, jöjjön, és segítsen a mindennapi életükbe, viszont nem keresik őt. És az, hogyha mi elvárjuk, hogy Isten velünk legyen, akkor ő is elvárja azt, hogy mi dicsérjük őt, foglalkozzunk vele, foglalkozzunk az ő igéjével, az ő beszédjével, mert tudjátok, persze, hogy tudjátok, hiszen azért vagytok ti is itt, mert olvassuk a Bibliát, szeretjük őt, és tudjátok, amikor az Úr megsimogat, annál fenségesebb nincs is. Amikor ő azt mondja, hogy szeretlek téged, és tudjátok, ő előbb szeretett bennünket, mint mi őtet.
És ez egy olyan hatalmas, föl nem tudjuk fogni a maroknyi agyunkkal, hogy hogy szerethet bennünket. Hogyan? Amikor mindenki különböző, és hiszen a bűn alatt születtünk. De amikor azt mondta valaki neked, hogy gyere el az alkalomra, és lásd meg, hogy Isten milyen jó, hogy Isten mennyire szeret téged, és te lehet, hogy legyintettél, hogy ó, ne beszélj nekem ilyeneket, hát most mit bárányok, meg mit tudom én. Volt nálam az én helyzetemben volt ilyen, és akkor mondtam, nem, mondom, majd valamikor lehet, tudom, hogy van Isten, és akkor majd valamikor, de egyszer csak eljöttem egy hívószóra. Férjemet 95-ben igen-igen nagy baleset érte, és Isten csodája, hogy ő túléltem, mert azt mondták, hogy ez lehetetlenség, vonattal ütközött, kamionnal. És valaki szólt, hogy fognak imádkozni érte Budapesten. Akkor még Győrbe és Győr környékén nem volt istentiszteleti alkalom, és Csornán volt, bocsánat, Csornai Kati, Csornán volt, és akkor ő mondta, hogy fog hozni zsebkendőt, és akkor imádkoznak érte, és csak vigyen be a kórházba, és meggyógyul, meg fog gyógyulni a férjem. És Isten dicsőségére, a férjem szent egészségben van, dicsőség Istennek. És közben, ez az Úré, dicsőség Istennek, és közben hívtak, hogy menjek el, amikor miután a férjem meggyógyult, hogy jöjjek el a gyülekezetbe, jó, majd elmegyek valamikor. És akkor szóltak, hogy János Somorján lesz gyülekezeti alkalom, Jim Sanders és Sandersen dr. Kovács Erzsébet fog szolgálni. Hát ugye, bocsánat, de nekem a nevek nem mondtak igazából túl sok mindent, mert nem tudtam semmit. Templomba járó voltam, és a férjem is, és keresztényként vagy katolikusként neveltettek, de nem tudtunk igazából túl sok mindent, és akkor elmentünk. A férjem azt mondta, jó, te csak menj el, és a szüleimmel én elmentem. És tudjátok, Jim és Erzsike imádkozott, értem. És amit ott kaptam, nem tudtam, hogy mi az. De azt tudtam, hogy végig sírtam az egész alkalmat, és miután elmentünk volna, nem volt sok könyv, még azt hiszem, hogy csak kettő volt, az Evangélium Dióhéjba és az imakönyvek, a kék és a zöld. Mindent megvettem, és addig nem feküdtem le, amíg azokat ki nem olvastam. Persze nem értettem belőle túl sok mindent, csak azt, hogy hoha itt van a fogyókúrára, és ima, akkor ezt olvasom. Bocsánat, de mivel, hát ez fogott meg, mert nem értettem a helyzetet. És tudjátok, attól a naptól kezdve, mindenhova elmentem. Győrben még nem volt gyülekezet, de volt Héderváron, Sziget közben, az lehet, hogy nektek nem mond túl sokat, de az Erzsikéjék voltak ott szolgálni. És a Csornán volt akkor még, és minden héten kijártam Csornára, egészen addig Győrből, egészen addig, amíg aztán Győrben nem lett, és ott lett 96 áprilisától, úgy emlékszem. Igazából látjátok, hogyha az Úr szólít, az Úr elhív, akkor ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor a föld javaival élünk. És lehet, hogy egy picikét az emberek elodázzák, jó van, Uram, majd valamikor, majd megteszem, majd elmegyek, majd adok, de nem. Halld meg az ő szavát, mert Jézus szól, és tudod, ő mindenkihez szól. És hogyha meghallod, nem a füleddel kell, nem a fülünkkel, ezt persze ti tudjátok, hanem belül, a belsődbe, mert a Szent Szellem bennünk van.
És ő egy olyan csodálatos, hogy olyan csodálatos, hogy fölötté való, nem tudjuk szavakkal ezt kifejezni, csak egyszerűen tudjuk, hogy ő milyen gyönyörű, hogy ő mennyire szeret. És Jézus a jó pásztor, és mindig a jót kell meghallani. Az ő szerelmetes szavát. És tudod, ha lehet, hogy úgy érzed, hogy te egyedül vagy, soha ne érezd így magadat, mert tud, hogy ketten vagytok. Benned van a Szent Szellem. És a Szent Szellem mindig azt mondja, amit az Atya mond. Hogyha más dolgokat hallasz, lehet, hogy a saját elméd gondolkodik, és azt hallod, lehet, hogy az e világ ura szól, de a Szent Szellem mindig azt mondja, amit az Atya mond neked. Amen. És ő mindig csak jót mond. És hogyha ő azt mondja, hogy tedd meg, adakozz, vagy szeresd a másikat, az is egy adakozásám, tudod, szeretni a másikat. Vagy éppen csak annyit tenni, hogy Uram, úgy szeretlek téged. És tudod, amikor Misi mondta, hogy Jézus az én Uram, a mindenem, melyik héten, amikor Enesén szolgáltam, az Győrtől pár kilométerre van, tanítás előtt egyszer csak feljött a dicséret után, és mielőtt elkezdtem volna a beszédet, egyszer csak feljött ez a dicséret. És nekünk nincs élő dicséretünk sajnos, de én hiszem, hogy majd az Úr kimunkálja, dicsőség Istennek. Egyszerűen csak elkezdtünk énekelni. Nem voltunk sokan, páram ember, 5-6 ember. És tudjátok, amikor az emberek a szívéből énekelnek, nem kell hozzá zene. Csak egyszerűen, hogyha a Szent Szellem ezt hozza fel neked, akkor dicsérd őt. Dicsérd őt. És tudod, akkor jönnek az Úrnak az áldásai. Ha már nincs időm, ugye? Akkor jönnek az Úrnak az áldásai, amikor te szót fogadsz neki. Szót fogadsz neki. És ő oly hatalmas. Oly hatalmas az ő neve. Mert ő már gondoskodott rólunk akkor, amikor mi még nem is voltunk itt, még a szüleinknek a tervébe sem voltunk, de akkor ő már tudta, hogy téged elhívott, és engem. Azért hívott el, hogy szeressük őt, szolgálatba legyünk, az ő szolgálatába, az ő országába, és szolgáljunk az emberek felé. És tudjátok, amit mostanában észrevettem, ha még van egy picike kis idő, akkor ezt még elmondom nektek. Amúgy készültem egy szép kis tanítással, de ezt ott hagytam benne, ezt bent hagytam a Bibliámban, dicsőség Istennek. És mostanában azt vettem észre, hogy az Úr úgy kezd használni, képzeljétek el, hogy felhívnak az emberek telefonon, régi ismerősök, vagy pedig megszólítanak a buszmegállóba, vagy az utcán, és nem is kell nekem tennem semmit, csak egyszerűen megszólítanak, vagy ha kutyát sétáltatok, van egy gyönyörű kis kutyusunk, és persze ez nem ide tartozik, de tudom, hogy őt is őtőle kaptuk, dicsőség Istennek. És amikor megyünk sétálni, az emberek szóba állnak velem, szóba jönnek, és megszólítanak. És tudjátok, mi kell akkor? Csak azt, hogy egy picit Istenre terelni a szót. És hogyha egy icipicikét azt mondod, hogy hála az Istennek, milyen gyönyörű tiszta ez a víz, milyen gyönyörűek a felhők, mert tudjátok, mindent Isten teremtett, mindent. Mindent, ahol vagyunk, itt a földön, mindent. És akkor nem kell más, csak annyi, hogy hiszel Istenbe? Igen, hiszek. Jó, akkor elmondatni vele az üdvösségimát. Annyira egyszerű. Azért egyszerűen, mert tudom, hogy az Úr engem ebben használ. És mert azért mondom nektek most ezt, mert sokan mondják, hogy hát ez olyan bonyolult. Nincs nálam üdvösségkártya. Hát nem kell üdvösségkártya, benned van.
Nem, mert a Szent Szellem ott van, és amúgy sem te szólsz, hanem a Szent Szellem szól rajtad keresztül. Én nagyon izgultam, amikor jöttünk, hogy Úristen, most mit fogok most mondani, most azt a tanítást, vagy most mi? És tudjátok, a Szent Szellem megvigasztalt a dicséretek alatt, mert oly csodásak voltak a dicséretek. Azt mondta, csak állj ki és nyisd ki a szádat, és majd mondod, amit kell mondani, ugye? És a Szent Szellem. Amen, amen. Köszönöm. A gyökeres ige, az így működik. Jövünk, megyünk, és az élő ige evangelizál. Az élő ige folyik a szívből ki, és folyik a másik szívből, aki befogadja. Itt Rurikának rengeteg gyümölcse van, rég pászorkodik, és fogjuk még hallani. Mert látjátok, készített tanítás, úgy járt, mint én is. Én is készítettem már a tanítást, de nem tudtuk már elmondani, de nem majd több nap, mint kolbász, ugye? Úgyhogy lesz egy nap, hogy elmondjuk, és nagyon nagy épülésre van ez a mai nap, mert az Úr ezt így elrendelte, hogy ismerjük meg egy kicsit jobban egymást, és szóljanak a szívek a szívekhez. És most lesz az ideje annak, hogy van egy gyönyörű bizonyságunk Póri Marjannál, aki elmondja nekünk, hogy milyen munkát futott be az elmúlt hetekben a nyájával. És ez minden pásztornak kell, hogy adjon egy löketet, hogy igenis van még lehetőség arra, hogy mit tegyük, és hogy tegyünk, és miként tegyük. És aztán lesz egy bizonyság a rágyógyulásból, és jönnek a szeretett dalok, amiket nem tudom, hogy mi sem melyiket választja, de valamelyiket biztos, hogy be tudjuk idehozni, abba fogunk zárni, és utána jön a vendéglátás. Már kettő is van, egy elég lesz a szeretett dalok közül, a másikat majd legközelebb, mert az időkeretet majd be kell tartanunk. Kérném szépen, hogy köszöntsük Póri Marian testvérünket, aki valójában egy csendes egyéniség, tehát Az, aki nem tolakszik, és nem tolja magát, és nem azt mondja, hogy én hirdetem magamat az utcákon, hanem nem, csöndesen várja a lehetőséget, hogy szólhasson Jézusról. És olyan utat adott nekik Isten, ami azt hiszem egyedülálló, és első a misszióban. Elsőként van egy ilyen munka, és szeretném, ha erről hallanátok. És átadom akkor a szót neked, most jó drága vagy. Köszönöm a szót, szeretettel köszöntelek benneteket. Hát tudom röviden, fél hosszan, meg nagyon hosszan elmondani. Most valahogy olyan középutat próbálok, mert már sok mindenkinek beszéltem róla. Azzal kezdeném, hogy hát ugye nyár közepén mondtam a kis gyülekezetemnek, nem vagyunk sokan, de kis erős mag, hogy most már az Úr a szívemre helyezte, hogy Martfűn, ahol pásztorkodom, evangelizációt kéne szerveznem. És kérem az Úrtól, hogy mikor, kiket hívjak, hogy oldjam meg. És hát telt az idő, minden alkalommal imádkoztunk ezért a evangelizációért, és egyszer csak Erzsike, így augusztus végén, idővel gondom van, mert nem jegyzem meg a napokat, meg pontosan, de felhívott Erzsike, hogy van ez a lehetőség, hogy Mohácson ez a Margitka rengeteg ruhát tudna adni, amit lehetne ingyen osztani. Először az volt a gondolatom, hogy én evangelizációt akarok. Nem ezt, most őszintén megmondom Erzsikének. De Erzsike mondta tovább, és amikor elhangzott a varázs, ige, varázs szó, hogy hát ez alkalmas arra, hogy evangelizálni lehessen egyénileg. Hú, mondom, hát ezt kértem. És akkor rábólintottam, de csak annyit mondtam, hogy jó, megpróbálom, utána járok, mert mondta, hogy a hivatalban segítséget kell kérni, busz kell kérni. Szóval vannak dolgok. És a következő alkalmunkon el is mondtam a kis csapatomnak, hogy Erzsike mit mondott, de még nem magam nem álltam ott, hogy elindulok, hanem az egyik tagunk mondta, hogy hát már a művelődési házban tartjuk, és ott van egy könyvtár, és a könyvtárban volt a megbízott igazgató, mert a régi nyugdíjba ment. Ő meg tudta, hogy ő már egy megbízott igazgató, menjünk fel, itt van, és kérdezzük meg, hogy ő mit tudna ebben segíteni. Tudni kell, hogy így most ő már a hivatalban minden hétfőn összejön a főnökökkel, a vezetőkkel, és rögtön hajlamos is volt segíteni, mondta, hogy hétfő rákérdez. És amikor megvolt ez az értekezlet, felhívott, hogy biztató, hogy kérdéseik voltak.
Két óra múlva felhívott, hogy rábólintottak. Másnap már hívtak, hogy aki a buszt szervezi, hogy akkor mikor mehetünk a ruhákért. De ez olyan pikpak, olyan gyorsan történt, hogy mikor részbe kaptam, nem tudtam hirtelen mit mondani, hanem hogy megkérdezem Margitkát, hogy hol tart a ruha összerakásával. Hát mondta, hogy egy mikrobusznyi még nincsen, egy 9 fős mikrobusz volt, úgy érdemes elmenni, ha majd többet összerak. Úgyhogy így visszamondtam egy héttel későbbre, mondták, nem gond, hétfőn megint felhívtak, hogy holnap kész a busz, mehetünk. Együtt volt a ruha, én is elmentem, hogy Margitkával személyesen megismerkedjek, majdnem a plafonig raktuk a ruhákat, még 3-4 zsákkal ott is hagytunk, és olyan olajozottan folyt minden, na most ehhez meg kell erősíteni azt, amit mondani akartam. SG-nek nemrég volt egy prédikációja arról, hogy nagyon fontos, hogyha a Szent Szellem vezet. Tehát ha valaki mond nekem valamit, és az előtte a Szent Szellem velem még nem foglalkozott abban a témában, akkor nem biztos, hogy arra hallgatnom kell. Na most én Erzsikére szoktam hallgatni, szeretem a prédikációit, de annyira megerősítette a Szent Szellem, amikor ő nekem szólt, hogy ez biztos az Úrtól volt, mert olajozott lett. Pillanatok alatt összeállt a kép, amikor hazahoztuk a ruhát, annak rögtön helye volt, rögtön kijelöltek egy nagy, hatalmas termet, gyönyörű szép ilyen táncokat, mindent szoktak ott szervezni, rengeteg asztal, elegáns. És megbeszéltük nagyon gyorsan, egy-két napon belül, hogy akkor mikor tudjuk ezt teríteni, és a vezetőség ott a műfázban összejött, és rögtön 6 napot kijelöltek nekem, hogy ekkor zavartalanul ott lehetünk. És jó, mondom, csinálok egy plakátot, most már a szöveg minden megvan. Egyszer csak feljött a gyülekezetbe hozzánk, hogy most rögtön, ha odaadom, a médiások megcsinálják a plakátot, és már nyomják is fel a martfői felületekre. Még felhívott, hogy jó ez a plakát, elküldte a telefonomra. Oké, rábólintottam, este már fent volt, másnap kinyomtatták ingyen bérmentve a plakátokat nagyokba, kitettek egyet a műfáz elé, szintén nagyban, mindig szokott kint lenni a molinó, és azt állandóan kirakták minden nap. Én nagyon-nagyon-nagyon nagy örömben voltam, meg minnyájan, akik ezt végigcsináltuk. Éreztük az örömet a szívünkben, éreztük azt, hogy ez az Úrtól van, hogy a Szent Szellem vezetett bennünket. Annyira olajozottan ment. Az a csodálatos ebben még plusz, hogy amikor megtörtént az, hogy kiraktuk a ruhákat az első nap, hát rengeteg, 32, majdnem 20 kilósák, el tudjátok képzelni. Margitka nagyon-nagyon, tehát nagyon ötletesen úgy rakta, hogy minden zsákba egyféle, férfi nadrág, női nadrág, stb. Nekünk nagyon könnyű volt a rengeteg asztalra külön kirakni, és áttekinthető volt, és tényleg jó minőségű, nagyon rendezett, mi is igyekeztünk mind kirakat szerűen kirakni, küldtem is fotókat. Nagyon sokan voltak az első nap. Mindenkinek adtunk egy ilyen kártyát, amit megcímkéztünk, hogy mi mikor tartjuk itt Martfűn az alkalmat, és úgy adtuk oda mindenkinek, hogy beszéltünk az evangéliumról, dióhéjban, kivel hosszabban, kivel rövidebben, és kínáltuk a lehetőséget az alkalmunkra. Volt, aki úgy jött, hogy azt hitte, hogy itt imádkozni fogunk érte. Tehát mondom, persze, hát ruhaosztás, de hát itt vagyunk, és leültünk, elmondta a buját, baját, imádkoztunk. Volt, aki ott mondta el az üdvösségimát, volt, akit Szent Szellem is betöltekezett, unokáért imádkoztunk, gyerekért imádkoztunk, és többen ígérték, de még nem jöttek az alkalomra, de imádkozunk, hogy ott van a kártya, ott van a hely, ott van a kenet, és majd az Úr, a Szent Szellem be fogja őket hozni. De egyébként nyitásnak nagyon jó volt, tényleg egy evangélium is volt egyben, evangelizáció is egyben, és nagyon meglepte őket, hogy ingyen. Nincs becsületkassza sem, tehát ez nagyon megfogta. Nem egy elmaradott település, viszonylag olyan középmódúak vannak, tehát, de persze szükségben is sokan vannak, viszont nagyon meglepte őket az ingyen,
Még oda is jöttek többen, hogy biztos, hogy nem tartozunk semmivel, és nagy örömmel vitték el. Volt, hogy többször is visszajött. Levontuk a következtetés, hogy legközelebb nem osszuk ki mindent, minden napra hagyunk egy-két újat, mert akkor jönnek, hogy még lesz új kitéve, szóval ezt mi megbeszéltük egymással. Na és azért hoztam ide a telefonomat, hogy utána persze én megköszöntem a segítőknek, a plakátra direkt csak javaslom, ráírtuk, hogy kik segítettek. Tehát nem csak a missziót, hogy tényleg fontos, mert nem jött volna létre, ha nem kapunk buszt, nem jött volna létre, ha nem kapunk helyet, ennyi időt, hogy mi ott uraljuk ezt a terepet. Persze elpakolni, kipakolni, tehát ugye ez ezzel járt, de megkaptuk a segítséget. És én úgy mondtam, hogy 3 az 1-ben, a Szent Szellem vezetésével, és amikor befejeztük az utolsó nap letelt, körülbelül 1/4 maradt meg a ruháknak, tehát hatalmas mennyiség elment, és, ja, köszi, mert elkészítettem, 1/4 maradt meg a ruháknak, és a szépen becsomagolva, megcímkézve, úgy, ahogy kaptuk, a hivatal a szociális részlegébe, hogy szállítsa el, szóltam, és ők tovább osszák oda, hova konkrétan kell, és még tovább viszik a, azt hiszem, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatba ott helyszínen, hogyha ők se tudják mindet elosztani. És amikor szóltam, hogy lehetne már elvinni, pont akkor hívott fel egy kedves ismerősöm, hogy egy valakinek kéne összegyűjtenem, mert juhász volt valahol, és csak olyan ruhái vannak, bejött a, beköltözött a városba, és normálisabb ruhákra lenne szüksége. Megengedték, hogy én összeszedjem még abból, amire szükség van. Nagyon megértők voltak, úgyhogy egy zsák ruhát még vittem ennek a fiatalembernek, és nagy örömben nem akartak hinni a szemének a főbérlőjével együtt, hogy a szölébe pottyant egy csomó ruha. Tehát nagyon nagy öröm. Tényleg jókor ad, aki kétszer ad, ugye, tehát amikor szükség van, akkor kell adni. Amikor kér, akkor ne azt mondjuk, hogy gyere holnap, hanem most, amikor van lehetőség. És nagyon együttműködtek ebben is, hogy még kivettem belőle, pedig már szóltam, hogy vihetik. És megköszöntem mind a művelődési háznak, mind a szociális részlegnek a segítséget. A művelődési ház vezetője, aki imádkozunk, mert megpályázta, hogy ő lesz a végleges vezető, hogy kapja meg ezt, mert nagyon nagy segítségünkre volt, és nagyon jó akaratú. Azt írta, amikor beszámoltam, hogy befejeztük, hogy drága Marian, nagyon örülök, hogy ilyen sikeres volt az akció. Örülök, hogy segíthettünk. Neked pedig gratulálok a szervezésért. Köszönjük nektek a sok-sok munkát. Nagyszerű, hogy tudtunk sok embernek segíteni. Ha lesz folytatás, nagyon szívesen adunk helyt továbbra is. Na most ezt leírta ugye a Messengeren, viszont ugyanezt a másik helyről, szinte ugyanezekkel a szavakkal megerősítettek, úgyhogy most már szervezni kell egy másikat, és az úr, ha mondhatom, hogy már vettem a vezetést, hogy majd egy tavaszi alkalommal, mert most téli cuccok voltak, őszi, téli inkább, és egy másik évszaknak a ruháit, és utána rögtön nem sokkal, még hiszem, hogy ezt is az Úr helyezte a szívemre, hogy utána nem sokkal már megszervezni egy evangelizációt, és ezen a ruhaosztáson osztani a meghívót erre az evangelizációra, hogy aki ott megfordul, az már kapja is a meghívót, hogy lesz egy evangelizáció. Mert ez ilyen burkolt evangelizáció volt, mert mi tulajdonképpen osztottuk a kártyát. Egyénileg nagyon-nagyon jó haszna volt a munkának ebben, viszont ez a kimondott evangelizáció is szükséges. És hát, ha az Úr megerősít ebben, akkor ezt tavasszal tervezem. Katáékkal, Erzsikével tudjanak róla, hogy ezt már most elindítom, és imádkozunk érte. Én annyit írtam erre, hogy kedves Gabika, köszönöm a biztató szavakat, egy erős ima
hátterünk volt, ezért inkább az Úré a dicsőség és az összefogásé a hivatal és a ti részetekről. Ez mind kellett hozzá. Az Úr kimunkálta, mi meg engedelmeskedtünk, engedelmesek voltunk, és oda tettük a részünket. Örülök, hogy te is biztatsz arra, hogy alkalomattán ismételjük meg, rajtunk nem fog múlni. Hát röviden így ennyit válaszoltam, és nagyon-nagyon bebizonyítsodott ezek által, a visszajelzések által, hogy tényleg az Úrtól volt. Hogy mondhatjuk, hogy világi helyről kaptuk a segítséget, és mégis ilyen jó eredménnyel zártuk, hogy biztatnak még ők is bennünket. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Megpróbáltam rövidre venni. Méltó a munkás a maga jutalmára, Mariannak óriási jutalma lesz azért, és a csapatnak, a gyülekezetben ez egy nagyon szép létszámú gyülekezet, és mindenkit munkára fogtak, és összekovácsoló ereje van egy ilyen projektnek, amikor minden szombaton, minden vasárnap újra kicsomagolni, becsomagolni, emberekkel beszélgetni egész nap. Tehát érzi mindenki a saját hasznosságát, és ez nagyon fontos. Az ember érezze azt, hogy az Úr használja, és hogy öröm van abban a dologban, amit tesz, és másiknak tényleg segítség tud lenni. Úgyhogy ez példaértékű volt, és a Mohácsi pásztor asszonyunk, a Nagy István Lászlóné Margitka van kapcsolatban egy németországi alapítvánnyal, egy ilyen testvérváros kapocsász, és nagyon jó minőségű bőrkabátoktól kezdve ruhákat, alig használt ruhákat kaptak bőven ebben az alapítványban, és ez valódi ajándék volt, tehát nem a levetett és az elkopott ruhák mentek kiosztásra, úgyhogy ez tényleg méltó volt a drága Jézusnak a szerető szívéhez, és sokan találják így meg az üdvösséget. Egy bizonyság, hogy Jézus, mert most Jézus gondviselését hallhattuk, most Jézus mint gyógyítót fogjuk hallgatni, mert nagyon sokan tudjátok már, hogy ő a gyógyító, de rákból való gyógyulás, ami jó sok évvel ezelőtt történt, és azóta sem tért vissza, egyetlen tünetesen, az bőséggel mondhatjuk, hogy a kősziklán állva kijelentjük, hogy Jézus a gyógyító. Egy ilyen bizonyságot fogunk hallani egy pár percben, és aztán Katályék jönnek színre, és eléneklik a Misi kedvenc szeretett dalát. Jó? Aztán majd te is jössz dicsérni az Urat, mert várunk ám. Várunk, mindennek megvan az ideje. Úgyhogy kérlek szépen benneteket, hogy hallgassátok szeretettel. Először vagy itt ezen a helyen, nagyon rég nem találkoztunk. Az Úr Jézust a Krisztus szeretete egyházban találtad meg annak idején. Azóta is látom, hogy nagyon szereted, mert az arcodon ragyog a fény, elhozod a lányodat, aki szintén kedves az Úr szívének, de ő nem akar ma szólni, mert ő is itt lenne, mert nem mondta, hogy rád hagyja ezt. Úgyhogy halljuk, mit cselekedett az Úr veled. Tehát 2009-ben rosszindulatú melldaganattal műtöttek meg, és utána 2 évig kaptam kemoterápiát és sugárterápiát, akkor már én Isten gyermeke voltam, dicsőség Istennek. Tehát táppénzre kerültem, mikor ez a dolog kiderült, a műtét előtt is nagyon sokat imádkoztunk anyukámmal, a gyerekekkel, és ugye megtörtént a műtét, utána körülbelül 2 hét múlva kaptam meg az első kemoterápiát, és biztos hallottatok róla, testvérek, hogy az milyen egy rettenetes dolog, tehát szörnyű dolog. Én amúgy is a gyomrom, nagyon gyenge gyomró ember vagyok, és már az első kemoterápia után úgy éreztem, hogy hát ez nincs tovább. Annyit tudtam segíteni a következő alkalommal, hogy nem ettem és nem ittam a kezelések előtt, hogy legalább ennyivel kedvezőbb legyen. Busszal mentünk be, anyukám kísért be a Kék Golyóba, megkaptam, tehát 1 hónap múlva megkaptam a második kezelést. Mindig megsegített Isten, mert mindig hazaértünk a rosszul lét előtt, és akkor eljött az este. Hát amikor hazaértünk, utána már nekem mindig le kellett feküdni, mert kezdődtek a szörnyű jelek, tehát mindenhol zsibongott, stb. És eljött az éjszaka, hogy anyukám lefeküdt, én egyedül voltam a kis szobámban, a sötétben, és egyszerűen már olyan fájdalmak törtek rám, olyan 11 óra fele, hogy éreztem, hogy nincs tovább. Tehát ott jártam a halálányékának a völgyébe, és csak annyi erőm volt, hogy felültem, sírtam, és azt mondtam, hogy Uram Jézus, én leteszem a kezedbe az életemet, kérlek, bocsáss meg az én bűneimet. És akkor a láthatatlanból
előjött két fényes, ezüstösen fényes tenyér, és elkezdett, nem láttam többet, csak a két tenyeret csuklóból, és elkezdett közelíteni hozzám. Nagyon nagy fájdalmat éreztem, és még azt tudtam, hogy ha beleteszem a kezem, akkor az Úr magához vesz. És csak annyi volt a szívemben, hogy Uram, kérlek, ha lehetséges, akkor még ne védj magadhoz, mert nekem van két drága gyermekem, akiknek nagyon nagy szüksége van az én szeretetemre. És képzeljétek el, testvérek, hogy az a két fényes tenyér visszahúzódott a láthatatlanba, és az összes fájdalmamat elvitte. Az összeset. Igen, dicsőség Istennek. Halleluja. És akkor nagyon sokat olvastam a Bibliát, és másnap azt az igét kaptam a Zsoltárokból, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdettem az Úr cselekedeteit. Halleluja. Halleluja. Amen. És ez így is lett. Itt íme egészségben, épségben, szeretet, és utána két évig jártál be hozzájuk, a Kékgolyóba, vagy nem tudom, szolgálni Kékgolyóba járt? Nem, a Budapesten a Dózsa György úti Honvéd kórházba, az onkológián szolgáltam a kórházmisszióban. És imádkoztál azokért, akik olyan helyzetben voltak, mint te, és ők is ki tudtak jönni. Ez a Jézusnak a műve. A Jézus, magasztaltassék a Jézus, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, és kívánok neked még nagyon sok ilyen bizonyságot azok életében, akiket imádkozol. Mert ez így működik, miután az Úr velünk megcselekszi, tehát mi hírvívői leszünk annak a kegyelemnek, és sokaknak tudjuk elvinni a jó hírt, hogy Jézus bizony gyógyít. Hogy Jézus az életünk ura is megváltója, és gyógyítója.